Sziasztok! Az őszintét megvalva ez a mostani felvétel már hamarabb megkészült, elkészült, mert ugyebár a téli falu, mint tudjátok, már nincs bent, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez valami hack, vagy nem tudom. Igazából ezt a lovasárlást én már hamarabb megcsináltam, csak tudtam, hogy nem fogok tudni róla videót csinálni, viszont mindenképp szerettem volna, hogyha erről is van videó, hiszen azt mondtam, hogy minden új lóvásárlásról lesz. Az évet pedig egy olyan videóval akartam kezdeni, ha már így alakult, hogy nem csak egy lovat veszek, hanem hármat. Na most ugye az első ló az ez lett volna, vagy hát igazából ez is volt, mert én ezt már januárban vettem meg, még azelőtt, hogy kikerült volna a játékból a téli falu. Az ünnepek alatt nem nagyon tudtam foglalkozni a játékkal, tehát örülök, hogy egyáltalán ideig eljutottunk. Ugyebár az ő neve az igazából azért lett az, ami, mert ugye a Heidrun, nem tudom, ahogy hogy ejti, tök mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Mivel ugye a skandináv mitológiában jelenlévő kecske eredetileg, ezért arra gondoltam, hogy szeretném, ha valami erre utaló lenne, mert hát ugye a kinézete is eléggé olyan, stb. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem is véletlen, tehát nyilván ezt a játékkészítők ezt így direkt csinálták ilyenre, de az a lényeg, hogy igazából a neve azért lett az, hogy úgymond északi hit magyarra így fordítsuk le, jó? Szóval igazából ez lenne így az első ló, és majd erről lehet, hogy később fogok még beszélni, mert ez a ló nekem nagy kedvencem lesz, és a későbbiekben úgy gondolom, hogy használni fogom elég sokat. Nos, a második ló vásárlás az egy kísérlet, hogy meg fog döbbenteni egy-két embert, aki ismer engem jobban, de úgy döntöttem, hogy veszek egy frízt. Ez nagyon érdekes, mivel hogy nem nagyon szeretem a tömeglovakat. Igazából magával a frízzel sosem volt bajom. Csak nem igazán szeretem az olyan lovakat, ami mindenkinek van. Viszont ugyebár bejöttek az új frízek, és őszinte leszek, nekem egy hatalmas csalódás volt. Tehát én azt hittem, hogy az új frízekből fogok venni. De egyszerűen nem. Tehát nem akarok senkit megbántani, vagy megsérteni, akinek tetszik, meg némiképp nekem is tetszik, viszont nagyon sok része egy nagy csalódás nekem, és én úgy gondolom, hogy erre még a készítők nem voltak felkészülve, sokkal jobbat vártam ennél, és ezért úgy döntöttem, hogy nem fogok venni belőle. Viszont, ugyebár, mikor bekerültek az új frízek, akkor leáraszták a régieket, és én úgy döntöttem, hogy igazából, mivel csúnyának sosem tartottam őket, és hát amúgy is az volt bennem, hogy veszek egy frízt, akkor most már legyen az, hogy veszek egyet a régebbiekből, és igazából én ki is választottam itt már a múltkor egyet, és úgy döntöttem, nagyon nehéz volt, komolyan mondom, hogy ő lesz az. Gondolkoztam még ott a másik oldalon, hogy ő legyen vagy ő, de igazából én jobban örültem volna, hogy mondjuk ha azt a két lovat teszik egymás mellé, mert ez lényegében annyira nekem nem jön be, és hát nem tudom, valahogy úgy tudtam volna könnyebben eldönteni, hogy melyik legyen, hogyha ez a kettő egymás mellett áll, és jobban meg tudom nézni így egymás mellett őket, vagy mondjuk mind a három egymás mellett lenne, na mindegy, szóval nem igazán értem, hogy miért van így külön szegény, biztos oka van, vagy lehet régen nem így volt, nem tudom, mert én régen nem vettem frizzt, nem nézegettem őket, de végül úgy döntöttem, hogy ez lesz az a lényeg, úgyhogy mától lesz egy frízem is. Na nézzük, és hát úgy döntöttem, hogy legyen, ez nagyon jó, pont itt van, Moon Shadow a neve, hát nem tudom, hogy ti nektek mennyire tetszik ez a név, de én valahogy félig meddig ihletet vesztettem, viszont valahogy az így kipattant a fejemből, és úgy döntöttem, hogy nem is agyalok rajta tovább, jó lesz. Igen, azért volt itt egyébként, mert hogy megnéztem, hogy ilyen név egyáltalán lehet-e, de lehet. Na, úgyhogy vegyük meg őt is,
És aztán nézzük meg, hogy mi a harmadik ló, amit venni fogok. Nos, hát a harmadik ló, az konkrétan itt van, ahol lakom, és igazából ez nem is nagyon volt kérdés, hogy meg fogom venni. Ennek a lónak az érdekessége viszont az, hogy ugyebár, aki szintén aki ismer, az tudja, hogy nem igazán szoktam egy azonos lófajtából több szint is venni. Bár van kivételem erre, most az ilyen őslovokat, milyen varázslovokat ne vegyük ide, de van kivételem, ez tény és való, viszont alapvetően nem szokásom. Talán, most nem akarok hazudni, de talán egyetlen egy olyan lófajta van, amiből több szín is van, kettő. A Jorviki póni, azt hiszem, hogy ez a neve, tehát a régi fajta póni, abból kettő van, ez tény. Pont abból. Pedig nem szeretem a pónikat, de ennek oka van. A lényeg az, hogy ugyebár aki a régebbi videóimat nézte, az tudja, hogy én ebből a fajtából már vettem egyet, a derest, és hát nagyon-nagyon tetszett, és már akkor is gondolkoztam valamin, de akkor még nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen. Viszont amikor bejött ez a ló, tudom, nem most volt, akkor egyből tudtam, hogy oké, én őt is meg fogom venni, mert gyönyörű, meg nagyon szép kék, fú, nagyon tetszik ez a kék egyébként, őszintén megmondom. Egy picit, amit nem értek, az ez a lábánál ez a fehér rész, de igazából mindegy. Meg az, hogy az orra ilyen átmegy, ilyen kékesbe, fú, hát ez nekem nagyon tetszik. Tehát ő kifejezetten tetszett nekem, ugyan a szürke lovokat szeretem nagyon, szóval nem tudom elmondani, hogy mennyire megtetszett, viszont ugye volt valami, ami a fejemben motoszkált már az előző lónál is, és úgy döntöttem, hogy akkor, ha már úgyis két ilyen lovam van, akkor megcsinálom vele. Ugyanis arra gondoltam, hogy olyan nevet adok neki, ami némiképp azért, most lehet, hogy ezzel mindenki fog velem egyetérteni, de ami olyan név lesz, ami a kinézetéhez fog úgymond számomra belül legbelül függeni. Méghozzá azért, mert őt el fogom vinni lófodrászhoz, és meg fogom változtatni a sörényét. És ő úgy fog maradni, úgymond. Jó, nem ígérem, hogy soha egy pillanatra sem fogom visszacsinálni azért, mert mit tudom, ez is tetszik nekem. Csak most a név miatt egy adott kinézetet szeretnék neki. Úgyhogy igazából ennyi a magyarázat, majd mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miről beszélek, legalábbis remélem. És akkor, na hát ezt nem így terveztem. Egyel alá kellett volna, csak wow. Mindegy. Nos, tehát ez lenne a neve, és akkor el is megyünk egy lófodrászhoz, mindjárt kihozom, és akkor megcsináljuk a kinézetét is. Nos, hát akkor itt is vagyunk. És akkor ugyebár én azt szerettem volna, hogy ilyen legyen a sörénye. Szóval nem biztos, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy ez mennyire farkasos, vagy nem farkasos, de amikor én ezt először megláttam, akkor fú, hát én azt mondtam, hogy ez nekem így tökéletes. Mindegy, az a lényeg, hogy nekem tetszik, és szerintem illik rá, én úgy gondolom. Aztán lehet, hogy nem mindenki fog velem ebbe egyetérteni, de ez igazából lényegtelen, mert tudjátok, mindig az a lényeg, hogy nektek tetszen. Amit vesztek, meg amit kitaláltok, meg ami a ti kis fejetekben van valamiről kép, az a lényeg. Szerintem nem az, hogy ki mit gondol. Szóval igazából én a másik lónál, ugye, ami itt van, ugye őt vettem meg, aki nem tudná, vagy aki erről nem maradt volna. Már nála is gondolkoztam ezen, de igazából nem is bántam meg, hogy ez így alakult, mert a színét tekintve nekem valahogy jobban illik erre a lóra. Úgyhogy most már ebből a lóból is úgymond kettő van, mert mindkétféle színű, és mivel nagyon-nagyon szeretem ezeket a lovakat, nagyon tetszenek, ezért kifejezetten örülök ennek. Csak most van egy kicsit olyan érzésem, hogy most már annyi olyan ló kezd lenni, amit nagyon szeretek, hogy nem is tudom, hogy fogom eldönteni, hogy melyikkel menjek majd, meg melyikkel videózzak, stb.
Tehát fú, én nem tudom, nekem nagyon tetszik. De azért remélem, hogy nektek is. Viszont itt még nincs vége a dolgoknak, mert úgy döntöttem, hogy ha már így alakult, hogy így kitolódott ez a lóvásárlás, és behoztak, elmondtuk, hogy jól olvastam, több új versenyt is, akkor mi lenne, hogyha valamelyik új lóval megcsinálnám ezeket a versenyeket is, kicsit edződjenek, meg hát azért mégiscsak frissítés volt, szóval egy kicsit bele szövöm ezt is, mert még azt sem csináltam meg, tehát nem voltam fönt a játékba azóta, úgyhogy akkor szerintem nézzük meg azokat a versenyeket is. Nos, hát mielőtt belekezdenék ebbe a versenybe, észrevettem valami kis apróságot. Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem a hárommal oszható számokat, meg az ilyeneket. Nézzétek meg, milyen tökéletesen költekeztem. És esküszöm, hogy nem volt előre megtervezve. Tehát egyébként így nem számoltam ki, hogy mennyi lesz, meg ugye eleve nem is tudtam, hogy mikor fogom pontosan megvenni a lovakat. Úgyhogy ez nagyon érdekes, meg hát egyébként ez is szép. Úgyhogy ezt így megláttam, és így tökre megörültem neki, hogy wow. Tök jó ez a mai lóvásárlás, komolyan mondom. Úgyhogy remélem a versenyek is jók lesznek. Nézzük meg, hogy is van. Szerencsére most már nincsenek olyan sokan itt, mert őszintén szólva az első nap azért sem nagyon akartam erről videót csinálni, mert biztos, hogy rengetegen vannak. Barátnő, de a barátnőjük vagyunk természetesen. Amúgy tökre mást olvastam, jó, nem baj. Ó, má. Igen, tök jó kis kobakja van. Érted, ide jön, azt már... Előbb még azt mondja, hogy milyen szerencsés, hogy már is klubban edzett, azt már itt dirigál egyből. Jó van. Ilyenek ezek az emberek. Jó, oké. Okay. Több bójára van szükség. Á, aha, jó. Akkor értem, láttam ilyen képet egy vagy két hete, nem is tudom. Ugye arról, hogy valaki valami bóját talált, de nem tudott vele mit csinálni, akkor valószínűleg ez volt az. Véletlen bekerült a játékba. Na, még arra is vannak. Nem lehet fölvenni, de jó. Ó, már elég is neki ennyi. Oké. Okay. Örülök, hogy nem csak úgy simán ide rakták a versenyt az orrunkba, hogy tessék, menjél, kész, hanem csinálni is kell valamit. Bár gondolom nem lesz egy olyan nagy feladatsor, de azért én jobban örülök az ilyeneknek egyébként. Óha! Nem nézett ki belőlem, hogy készen állok. Lehet, hogy tényleg nem állok készen. Lehet, hogy béna vagyok. Mondjuk ez most így lehet, hogy beugratós, de ez nem tűnik olyan nagy kihívásnak. Ez ilyen alapszintű cucc, már ne haragudj. Hát ezt sértésnek veszem. Mi az, hogy ezt nem nézed? Amúgy azt mondja, hogy Loretta a búcsítás olyan lovagol, ezt ott áll. Jól van. Mindegy. Hát köszönöm, hogy észrevetted, hogy tudok lovagolni amúgy. Szívesen látsz, nagyon jó. Örvendek. Akkor nézzük. Ó, akkor egy megjelent, igen. Akkor van itt még egy. Van egy kis bökkenő. Aha. Zöldek. Hát mondjuk fúj zöld.
Mondjuk a rózsaszín se tetszik jobban, van arra gudja. Ja igen, itt tényleg, mert hogy van a rivális klub, vagy micsoda, és akkor... Jó. Szóval akkor festeni kell. Király. Feltételezem, hogy egy festés az azért le kell szállni a lóról. Bár kit ugye ebben a játékban már sok mindent kinézek, de... Amúgy az előbb azt írta, hogy kettő, és most az, hogy három, jól láttam. Mindegy, ezt majd lehet visszanézem a felvételen, mikor vágom a videót, hogy nem tudom, mert... Mi most meg az, hogy négy? Akkor biztos, hogy az. Ahogy festem, nem fogy a festék, hanem több lesz. Ilyen festéket én is kérek itthonra. Csak lilába, jó? Megoldható? Léci? Ma hat. Na jó, ez fura. Lényegtelen. Értem, logikus. Így elég a lap, szóval, hogyha elrontom, akkor... Na jó. Jó van. Menni fog. Sikerül! Fekete rózsaszín az egész jó. Mármint, hogy az jobban tetszik, mint ez a fehér rózsaszín. Jajajaj, várj, hát ezt azt sem tudom, hova kell menni. Ugye a bóját azt fel lehet borítani, mondta, hogy igen, mert véletlenül elrontom emiatt. Ja, mi? Ez is elég alapszint, csak Bella még ezt is elrontja simán. Jó, hát ez nem volt olyan nehéz végül is. Jó, mindegy. Ezek után már kíváncsi leszek, hogy akkor most... Mi lesz? Mondjuk, nem tudom most... elfelejtettem megnézni, hogy ezek a versenyek mikortól elérhetők. Tehát, hogy milyen szintől, vagy ez hogy van. Mert most látszik, hogy ezek ilyen elég kezdő versenyek, nem tudom. Mert végülis Mollennél vannak, tehát a kezdő... Hát nem tudom, mindegy, ezt most elfelejtettem megnézni, bevallom. Maga biztos voltam, aha, főleg amikor megjöttem, hogy rossz irányba megyek, akkor nagyon. Jaj. Közben szintet lépett a ló? Ujjaj! Na most kezdek félni, a diugratás az az erősségem. Jó, kezdjünk is neki. Ne húzzuk az időt, úgyis béna leszek benne. Ennyi. Hú, hát én azt hittem, hogy nehezebb lesz. Volt ennél már sokkal nehezebb verseny is ebben a játékban. Hát jó, mindegy, ez most összezavart egy kicsit. Tökre felkészültem, hogy fú, micsoda bonyolult versenyek lesznek itt. Tényleg tapasztalt diugratóként, pedig nem vagyunk diugratók. Aha, valószínűleg ez ilyen viszonylag az elején lesz.
ezek a versenyek viszonylag az elején majd elérhetők, most már egyre biztosabb vagyok benne, mert ilyeneket ír, akkor nem, tehát ez azért egy nagyobb szintű játékos ezeket már rég tudja. Ó, micsoda megtiszteltetés! Köszönöm, köszönöm. Úristen, ez olyan jól esik. Na, hát igazából ennyi volt. Hát nem mondom, hogy egy nagy szám, de hogyha tényleg így a játék viszonylag elején a kezdőjátékosoknak, meg hát mégiscsak az a tény önmagában, hogy nem Star Raider helyen van, tehát hogy igazából, ja, jó, tetszik az ötlet, meg örülök, hogy ide tettek még versenyt, mert amúgy egyébként a slalom verseny átkerülése, meg megújítása, meg stb. Után nekem egy kicsit olyan fura volt az, hogy itt olyan kevés verseny maradt. Nem azt mondom, hogy nagyon kevés, mert ugye alapvetően volt itt verseny, csak például az a verseny is csak akkor elérhető, ha már nem is tudom, milyen hírnevünk van a Bobcat-eknél, meg hát most azzal együtt akkor maradt 3, ha jól számolom. És hát igen, valamilyen szinten azt gondolom, hogy a nem Star Rider-eknek is, meg a kezdőjátékosoknak azért jól jön, hogyha van itt még edzési lehetőség. És ezt annak ellenére mondom, hogy igazából tudjátok, hogy már azt mondtam, hogy szerintem nagyon sok edzési lehetőség van ebben a játékban, tehát nagyon sok verseny van. És igazából már lassan ott fogunk tartani, hogy jó, még nem, de hogy már tényleg lassan ott fogunk tartani, hogy annyi versenybe hoznak, hogy már egy nap lesz kérdezni egy lovat, hogyha tényleg mindent megcsinálsz. Tehát igen, tehát vegyes érzemeim voltak, amikor megláttam, hogy megint behoztak versenyeket, hú, de jó. De ennek most kivételesen azt gondolom, hogy látom értelmét. Tehát ez az, amire azt mondom, hogy ez egy jó ötlet volt, úgyhogy végül is örülök neki. De azért remélem, hogy nagyon sok új verseny már nem lesz. Nem tudom, valahogy nem vagyok oda azért, hogy ennyi verseny van, de jó, nem tudom. Lehet valakinek ez jó hír, lehet valaki örül neki. De inkább valami jó kis feladatot várok most már. Persze türelemmel vagyok, de ja, jó lenne, hogyha folytatódna egy kicsit most már a fősztori, mert vágyom a folytatásra. Viszont ez a mai videó ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és remélem, hogy tetszett ez a kis különlegesebb lóvásárlásos videó, hogy hát azért nem csak egy lovat vettem. Igaz, most nem mutattam be jármódokat, annak ellenére, hogy ami most ülök lófajta, abból nem vettem. Igen, ennek a modellnek a lófajtájából nem vettem, és ebből kifelőleg nem is mutattam meg a jármódjait, de viszont annyira régi már, hogy szerintem kb. Mindenki tudja, hogy milyen jármódjai vannak, tehát azzal nem akartam foglalkozni, viszont itt volt a lehetőség ezekre az új versenyekre, hogy kipróbálhassam, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezzel helyettesítem, remélem, hogy így is tetszett ez a videó, és valószínű, hogy lesz live a hétvégén, de nem ígérem 100%-ra. Most már úgy vissza fogok térni megint. Elmúltak az ünnepek, elmúlt az évvége, meg egy csomó dolgom volt, de most már úgy szép lassan visszarázódunk, úgyhogy mindenkinek utólag is boldog új évet, és nem sokára találkozunk megint. Lilasztok!